első romániai csapatként jutott be az Európai Kupák következő csoportkörébe a Maros Kosárlabdaklub. Szász Gáspár Barnabás együttese idegenben is legyőzte az észt Kalev Tallint, így két győzelmet és egy vereséget összesítve a második helynél rosszabbul már nem végezhet. A Maros Kosárlabdaklub Tallinban 89-76-ra nyert. A csapat legjobbja Alhadzsi Mohamed volt, aki 20 pontot szerzett csapatának. Az Európa Kupában a következő ellenfél a litván Vitautas lesz. Fontos győzelmet aratott a román jégkorongbajnokságban a Gyergyószentmiklósi Progim csapata. A piros-fehérek 8-1-re nyertek a címvédő Galaci Dunărea ellen. Szintén tegnap a Csíkszeredai Sportklub 4-1-re nyert a bukaresti Steaua ellen. Legyőzte a teremlabdarúgó bajnokság címvédőjét a Futsal Klub Székelyudvarhely. Jakab Zoltán együttese 9-5-re nyert a marosvásárhelyi Citiász otthonában. Fordulatos, gólgazdag és látványos teremfocit láthattak a marosvásárhelyi sportcsarnokba kilátogató nézők. A Citiász már az 51. másodpercben gólt lőtt, és talán emiatt a marosvásárhelyiek elbízták magukat. Székelyudvarhely még a szünet előtt fordítani tudott, és 3-2-vel mentek pihenni a csapatok. A második félidőben fordítani tudtak a marosvásárhelyiek, de a vége előtt 5 perccel Szőcs László 4-szer is betalált, és sima udvarhelyi győzelem született. Nagyon szép és kiegyenlített mérkőzés volt. Tudtam, hogy nehéz lesz, mert udvarhely ellen mindig kemény mérkőzéseink voltak. A nézőknek szép meccs volt, de nekünk edzőknek kevésbé. Rengeteg helyzetet kihagytunk, hibáztunk is, de összességében úgy gondolom, hogy udvarhely megérdemelten győzött. Az FK Székelyudvarhely csapata hosszú idő után tudott nyerni Marosvásárhelyen, így érthető volt a felhőtlen boldogság. Nagyon sok időt vártunk erre a győzelemre, tehát az utóbbi időben nem sok sikert tudtunk itt elérni, nem nekünk kedvezett a felállás. Most örülünk ennek a győzelemnek, és ezzel a győzelemmel ott tudjuk tartani magunkat az élbolyba. A teremlabdarúgó bajnokság élén Déva áll, őt követi Galac és Székelyudvarhely. A marosvásárhelyi Citiász jelenleg a 7. helyen tanyázik.